annyira jó voltuk, hogy itt ahol készítettük volna. Vaddisznó figura is szerepelt a célpontok között cseresznyésben. Április 1-én tartották meg az országos évadnyitó 3D-s íjászversenyt. A Magyar Íjász Szövetség és a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület által szervezett eseményen a juniortól egészen a veterán kategóriáig jelentkeztek a versenyzők az ország számos pontjáról. A 110 sportolónak összesen 28 célállatot kellett eltalálni, a megmérettetés egyben egy minősítő verseny is volt. Az a lényege, hogy az íjászok majd a végén elért pontszámuk alapján minősítést kapnak, első, második, illetve harmadosztályú lövéseket, és ezek a nyilván ezt az országban vagy több helyen, több helyszínen meg kell nekik lőni, és egy bizonyos pontszám fölött, hogyha megszerzik ezeket a minősítéseket, ez fogja majd eldönteni, hogy kikerülhetnek be az idei válogatottba, akik majd nyilván nemzetközi versenyeken szerepelhetnek. A Magyar Íjász Szövetség alelnöke elmondta, több ezer versenyengedélyt adnak ki, de több tízezres tábora van az íjászoknak Magyarországon. Az évadnyitó versenyt követően számos megmérettetés vár a sportolókra. Több nagy nemzetközi versenynek lehetnek részesei a versenyzők. Ebben az évben Európa-bajnokság lesz Romániában. A hazai versenyrendezés között ott lesz a soproni háromdimenziós terepíjászbajnokság. És akkor azon kívül még nyilván a hazai versenyrendszernek a versenyállomásai, úgyhogy hogy van miben versenyezni. Számos dobogós helyezést értek el a paksi sportolók, többek között első lett veterán férfi kategóriában Vörös István és Gergely Ferenc. Továbbá harmadik helyezést ért el felnőtt férfi kategóriában Kaszás Rihárd. A cseresznyési megmérettetésről és a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület tevékenységéről bővebb összefoglalót láthatnak az április 11-i Lelátó című magazinban.